Sziasztok, üdvözlök mindenkit, jó Beerbox sörkóstoló videóban. Ez egy ilyen rendhagyó lesz. Lehet, hogy mostantól hetente, készente nekik kóstolunk webshopos újdonságoknak. Ezt mutka is megtettük egy live videóba. Azt közé is tettük, de most rendesen megvágott videót szavaztatok meg, ha lehet így fogalmazni, úgyhogy neki is kezdünk. Ezek a legújabb Beerbox söreink most, amik érkeztek a webshopba. Van köztük egy érdekesebb nyári, nagyon nyári savanyú sör, és van köztük két brutál jó ipa, ugye erről mutka is beszéltünk, ugar, de nem rátérünk a kellő időben. Most neki is sziszentek a legelső sörnek, ez az Incellár sörfőzőtől lesz a Tubi szóda. Ezáltal az Incelláról, ha esetleg nem ismeritek, azt kell tudni, hogy ők egy testvér pár, Ince Dani és Ince Benedek. Gerilla főzőként működtek sokáig, ilyen házi sörfőző versekkel is indultak. A Szentesnél is dolgoztak, a Zentusnál. A Szentesen a Zentus sörfőzőnél. Annó megcsináltak az első főzetet, ez volt a Cucumber Fever, egy kigyóborkás, lime-os, kvejkélesztős Berner Rice, amiből készült egy talán cold brew, egy kávés válcot is. Az nagyon ütős lett, úgyhogy most megciszentjük ezt a legújabb agymenést. Azt kell tudni róla, ez egy sour ale, citromhéjjal, gyömbérrel és borókabogyóval, úgyhogy szerintem könnyen fogyasztható, nagyon fasz a nyári sör lesz, 4,6-os, úgyhogy nézzük, mit tud. Hát amúgy illatra már tiszta a citrusosság, jellemző a sört, nagyon lime-os amúgy. Lime az nagyon le dominál mindent. Kicsit átlátszó, meg kicsit nem is. Hú, de amúgy jó. Igazából tényleg egy ilyen gyors sör bemutatót szeretnék csak találni nektek, hogy mik is érkeznek mostanság majd hozzánk, úgyhogy ezt nem is nagyon akarok itt túltolni, de nagyon szép habja viszont, tehát az nem tudom, remélem látjátok. Nagyon szépen megtartja a habját. Cheers! Hú, az nagyon jó. Nagyon-nagyon vedelős nyári sörről van szó. Lime. Én a borókabogyót nem is olyan annyira specifikusan, hogy mit kéne ezekre, az, hogy annyira emlélet, de a gyömbérnek van egy ilyen kicsi kaparósága, de főleg a lime az, ami uralkodik ebben a sörben, hogyha ez egy ilyen... Ez nagyon könnyen vedelhető sör, úgyhogy... Hát rástok rá meg az utolsó száraz nyár napokban, mert lassan aztán majd jön az ősz, igazából az van, amit azt tudom, amit ráírtak, nagyon jó. Kíváncsiak, hogy milyen érdekességet fognak meg bemutatni az Incellár tesók. Biztos, hogy lesznek még ilyen fura dolgok. Fura és amúgy jó dolgok náluk, úgyhogy... Most tényleg, amit ilyen limoncello, nem tudom, limonádja, tehát nagyon-nagyon itatja magát. Borzasztó nyári sör. Beerbox.hu, Craft Head Battle Shop, Rákóczi 29. Mondjuk át a következő két négy zágyúra, hogy annyira lenne ezek már 4,9%-osak, de mostanság beszéltünk róla, hogy az ugarnál elég jó irányba ráálltak az ilyen kicsit kísérletezőbb szériákra, vonalakra, sörök, stb. Most elindultak egy új szériát, ez a Spectrum széria, aminek az a lényeg előleg, hogy egy ilyen könnyen fogyasztható söröket tartalmaz. Tehát eddig ugye ipát, meg ugye egy Session ipát ittunk, ha jól emlékszem, a The Purpose of Lime néven, a múltkori videóban. Most két új, de ikertesót mutatunk be tőlük. Falling into Sin, New England ipa, és Absolution New England ipa. Igazából a kumlókban lesz különbség, de nagyon durva kumlók. Hát nagyon sokféle kumló van benne, amúgy ez a lényeg. Mozaik, jó mozaik, Nelson Sauvin, Citra, Nektaron, ugye ez egy új, szerintem egy fél éve kezdték el nagyon komolyan használni, már a sima is rakott ilyet sörbe. Hú, de most nagyjára egymástól is komoló lehet így a piacon, de így Magyarországon szerintem több mint fél éve kezdték el használni. Tehát Nelson, Strata és Simcoe. Van egy-két nagyon alap basic, markáns ipa komoló benne, és egy-két ilyen édeskés, mint a Nelson Sauvin szőlőssége, Nektaron, barackossága, kajszi barackossága, úgyhogy ezekre most mi is tudjuk, hogy mi lehet ez a Spectrum Series 2. Én csak bízok benne, hogy jó lesz, mert az első az brutál jó volt nekem, az nagyon bejött a Purpose of Lime. Színben amúgy elég szép hézi,
sárgás. Hú. Illetve amúgy borzasztó. Nem tudom, mi lesz a hasonlat, de nagyon, nagyon kajszi barackos. Nagyon. Ilyen bubblegum, meg ilyen dinnyés, tehát ilyen... Szerintem illetve egy tízes. A tízes sör, az biztos aromákra zseniális. Na nézzük. Wow. Amennyire gyümölcsös és amennyire borzasztó komplex az aromája, annyira komplex szintén az íz, az íz karakteressége, viszont teljesen más. Ez egy kicsit ilyen... Na, még egyszer. Fú, ez nagyon durva. Kicsit nekem nem szelőripás, meg nem savanyú a sör, de nagyon East Coast-os vagy, nem is tudom, tehát, hogy nem az a durván keserű West Coast, hanem tényleg kicsit, ahogy a címkére is rá van rajzolva, hogy ez a gyönyörű szép, hát amúgy nem tudom, hogy narancsa, mert ahhoz túl pirosak a tehát vagy grapefruit, vagy valami másik citrus narancsféle van a dobozra rajzolva, amúgy nekem kicsit ez a grapefruitosság jut eszembe, de nem a West Coast-os, ez teljesen más. Engem nagyon meglepett ez a sör. Tök jó, hogy azt hinnéd, hogy ez a tipik New England hazy vonalcút, de nem. Na most ennek a szőlőségek, aha, Nelson Savinból. Áó, ez brutál komplex a sör. Engem megint meglepett az ugar. Úgyhogy hát szereztek be, reméljük, hogy hamar lecsapjatok az összesre, mert ezt megéri. Ugye akár országos a házhoz lehet rendelni, bocsánat, viszont ami fontosabb, hogy ingyenes át lehet venni a Craftheadben, szóval többféle móddal, sőt most már Fox Post-t is kiszállítunk, de ez brutál jó. Forgatástól még ebből maradni fog nekem, úgyhogy ezt be is fogom vágni, ez rohadt jó, gyerekek. Egi. Harmadik újdonság, ami most érkezett a webshopba, szintén ugar, abszolútosan, ugye mondtam, ez ennek a tesója lesz, szintén Spectrum széria, könnyen vedelhető, és tényleg könnyen vedelhető ipa lesz újra. Mozaik Nelson Savin Citra, ugye ez eddig stimmel az előzőben is. Motueka, Habit 472, kísérleti komló és Eldorado. Ami tudni kell még erről a két sérről, hogy a VHC Lab nevezetű élesztőket, vagy VHC Lab élesztőit használták a srácok. Azt kell tudni, hogy ez egy, most néztem rá, egy Newcastle, tehát egy angol cég, igazából teljesen egyszerűen biokémiai laboratóriumuk van, és élesztőket fejlesztenek ki, főleg sörös cégeknek, de amúgy bármi messzesz gyártáshoz is közük van, vagy hát ezzel is foglalkoznak. Ugye azért a sör főzésnek az egyik része az elég durva, a kémia, pH-k, így pH-k úgy, mivel hogy lépnek reakcióba az élesztők, például nagyon komoly, nem véletlenül állnak rá ilyenre külön cég, hogy élesztőket fejlesztenek, stb. Úgyhogy ez mind a két sör, ezt a VHC élesztőit használták. Az előző sörben jól dolgozott az élesztő, úgyhogy én ettől is ezt fogom várni. Egészségítom. Abszolút sör, New England IPA 4,9%, mint az előző. Ha jól emlékszem, ettől egy kicsit szárazabbat ígért az ugar, a másik sörre, az abszolút sörre. Meglátjuk, amúgy biztos, hogy jók lesznek. Ennek meg kicsit az a szalmasárgásabb, sokkal a színe, tipikus hézipás. És ez is nagyon brutál szőlős, de ez a száraz szőlős, meg ilyen friss vágott füves. Aha, ez tényleg száraz, jó, brutál jó száraz az a vége. De ez nagyon szőlős, tehát ez egy kicsit ilyen grapefruitos, az elején aztán van egy ilyen enyhe mézedes szőlőssége, de jó testes, meg édeskés, gyümölcsös, egy kicsit yeast coast-os. Ez pedig tényleg ez a tipik ipad, nagyon lesz, nagyon száraz az a vége, szóval... Szerintem mind a kettőt be kell szerezni, egyrészt testvérek, úgyhogy hát adja magát, viszont úgy gondolom, hogy az ugarra folyamatosan most már egy jobban figyelni kell. Ti is tegyétek meg az, hogy berendeltek ezeket a söröket tőlünk. Köszönjük szépen a figyelmet, találkozunk egy következő videóban.
ahogy most is ti szavaztátok, hogy milyen formátumban, milyen felületre rakjuk ezt a videót, lesznek szerintem még ilyen érdekesebb ötleteink is ezzel kapcsolatban. Találkozunk a következő Beerbox sörújdonságok videóban, addig is legyetek jók, bírtok hamarosan, szeptember indul, úgyhogy új évad lesz. Köszönjük szépen a figyelmet, cheers, ijátok jó söröket velünk, vagy ne velünk.